Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Ebben a videómban egyik kedves férfi hallgatóm kérését teljesítem. A Rózsafüzér Szent József tiszteletére című videóm alatti hozzászólásában így írt. Hálás köszönet a videókért. A Lisieuxi Szent Teréztől tudna videót készíteni? Hogyan tudnék hozzá imádkozni? Kedves hallgatóm! A következő imacsokor erre a kérésre készült. Lisieuxi Szent Teréz 1873-ban született a franciaországi Alenconban, majd nagyon fiatalon, 24 évesen tuberkulózisban hunyt el Lisieuxban, ahol ma már az ő nevét viseli az ottani bazilika. Szent Teréz sok emberen segített, hiszen bizonyítottan voltak olyanok, akik meggyógyultak, ha hozzáimádkoztak, vagy zarándoklaton vettek részt, ahol megtekintették földi maradványait. Lisieuxi Szent Teréz a halálos ágyán így szólt. Azt szeretném, hogy miután meghalok, rózsaszirmok hulljanak rám. Innen ered, hogy ő a virágárusok, kertészek védőszentje. Létezik egy legenda, miszerint ha 24 napon keresztül elmondjuk a következő imádságot, akkor egy sárga rózsát fog küldeni hozzánk, így értesítve arról, hogy meghallgatta a fohászunkat, és teljesíti a kívánságunkat. Több beszámoló szerint a csodák valóban bekövetkeztek, és a rózsák, így vagy úgy, de megjelentek az emberek életében. Megérkezett hozzájuk a sárga rózsa, mint egy megerősítésként, hogy az imájuk meghallgatásra talált. Ebben a videóban van három rész, amikor elhangzik az a mondat, hogy itt mondd el a kérésed. Ennél a résznél szünetet tartok, hogy el tud röviden mondani, amit szeretnél kérni, amiért imádkozol kis Szent Terézhez. Az imádság, amit minden nap el kell mondanunk, így hangzik. Ó gyermek Jézus kis Teréze, kérlek szedj egy rózsát számomra a mennyei kertből, és küldd el hozzám a szeretet jeleként. Ó gyermek Jézus kis Teréze, kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt, amit ma bizalommal a kezére adok. Itt mondd el a kérésed. Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten nagyszerű szeretetében, ahogy te, és követhessem az általad mutatott példát, a kisutat minden nap. Ámen. Rózsaeső ima 30-ad, kis Szent Teréz közbenjárását kérve, aki megígérte, hogy a mennyben azzal fog foglalkozni, hogy jót tegyen a földön. Rózsaeső ima 30-ad, az imádság, amit 30 napon át imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Atyánk, Istenünk! Tudjuk, hogy te magad mellé veszed azokat, akik ebben a világban, mint hűséges gyermekek szolgálnak téged, ezért kis Szent Terész segítségét kérjük irántad való szeretete miatt. Benned való feltétel nélküli bizalma és gyermeki ráhagyatkozása azzal a reménnyel töltötte el, hogy te teljesíted akaratát az égben, hiszen ő mindig megtette a te akaratodat a földön. Az ő közbenjárására bízva magam, hittel és teljes ráhagyatkozással kérlek, hallgasd meg imám. Itt mondd el a kérésed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Uram Jézus, Te az Istentől született Isten vagy, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény. Te az Isten egyszülött fia vagy, Uram és megváltóm. Emlékezz, hogy Szent Teréz itt a földön szeretetből áldozta fel életét, érted és a lelkek üdvösségéért. Ő azért akart az égbe menni, hogy jót tegyen a földön. A te szeretet jegyesed lett, aki szenvedélyesen kereste dicsőségedet, ezért kérjük őt. Az ő közben járásában bízva átadom magam neked, alázattal és szeretettel kérlek, hallgasd meg imám. Itt mondd el kérésed. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Szelíd, végasztaló szent lélek, te Urunk és éltetőnk vagy, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Te vagy minden szeretet forrása. Te halmoztad el Terézt ingyenes kegyelmeiddel, és tökéletes készséget árasztottál ki szívében, hogy szenté válhasson. Most, amikor ő már átlépett az örökké valóságba, hogy közben járjon értünk, hozzáfordulunk imáinkkal. Az ő közben járására kérlek, sugalmazd vágyaimat, irányítsd kéréseimet, és taníts meg imádkozni szívem belső szobájában, ahol te laksz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, akik Szavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szent Háromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására. Teljesítsd be vágyaimat, ha ez a Szent Háromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban, és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe, és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kis Szent Teréz imája, hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bíz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságodat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké. Amen. Minden évben, október elején ünnepeljük Lisieuxi kis Szent Terézt, aki bár fiatalon hunyt el,
mégis rengeteg bölcsességet hagyott az utókorra. A következő vers részletével emlékezek meg róla és arról, hogy minden napunkat használjuk ki a legjobban. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán, Lisieuxi kis Szent Teréz imája. Ezen a mai napon részlet. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán, az életem egyetlen nap, mely elillan, elszáll. Ó Istenem, Te tudod, ahhoz, hogy szerethesselek Téged, nincs másom, csak ez a mai nap. Ó, szeretlek Téged, Jézus, utánad vágyakozik a lelkem, csak egyetlen napra még maradj drága támaszom. Jöjj, uralkodj a lelkemben, hadd lássam mosolygó arcodat, csak ezen a mai napon. Amikor a holnapra gondolok, álhatatlanságom megrettent, mert érzem, hogy szívemben szomorúság és unalom lappang. De ó, én Istenem, mégis kívánom a szenvedés próbatételét ezen a mai napon. Nem sokára megláthatlak Téged az örök partokon, isteni pilóta, mert oda vezet engem karod. Viharos folyókon át biztosan tartasz engem ezen a mai napon. Ó, Uram! Engedd, hogy arcodba rejtőzzek, ott nem hallom többi a világ hiú fecsegését. Szeress engem, Istenem, őrizd meg kegyelmedben, csak ezen a mai napon. Isteni szíved közelében elfelejtkezem mindenről, pedig már ismerem az éj sötét szorongásait. Ó Jézus, adj nekem egy helyet a szívedben. Csak ezen a mai napon. Reggeli ima kis Szent Terézhez. Áhítatos lélekkel kérlek, Szent Teréz, védelmez életem minden útján, mint gyermekedet. Segíts, hogy egyre alázatosabb és egyszerűbb lehessek. Vezess a mai napon is gyermeki lelkület kis útján, hogy napról napra jobban hasonlíthassak rád, és olyan bensőségesen szerethessem Jézust, mint ahogyan Te szeretted őt. Oltalmadba ajánlom összes szeretteimet. Kérlek, hallgass meg engem, és légy Istennél jóságos szószólóm. Ámen. Esti ima Szent Terézhez. Szent Teréz, a mai napon jóságoddal örködjél minden lépésen fölött. Mellettem voltál a nehéz helyzetekben is. Köszönöm neked, hogy egy lépéssel ma is közelebb vittél Jézushoz. Őszintén bánom minden hibámat, amellyel a lelki gyermekség ellen vétettem. Kérlek téged, holnap légy ismét mellettem, hogy az emberi és fele baráti szeretet parancsát egyre jobban teljesítsem. Ámen. Ima kis Szent Terézhez. Gyermek Jézusról elnevezett Szent Teréz. Rövid földi életed folyamán az isteni gyermekségedet lelked iskolájává tetted, s nem kértél mást, csak a szeretetet és szenvedést. Életed minden napján a legszebb erények virágait szórtad Isten elé. Most ott vagy az ő trónja közelében, könyörög érettünk. Oktass minket, és vezess a Te utadon, hogy mi is Isten irgalmas szeretetében bízzunk, és teljesen reál hagyatkozzunk. Ez az út visz a mennyországba, ez legyen a mi üdvösségünk útja is. Ó Jézus kis virága, az isteni gyermek közbenjárására kérünk, ajándékozz nekünk is titokzatos rózsáidból. Sugározd az összes lelkekre kegyelmeidet. Juttasd eszünkbe Isten végtelen jóságát és a mennyország örök boldogságát, amelyben remélhetjük. Egykor majd veled együtt fogjuk énekelni a szeretet himnuszát. Ámen. Imádság szeretetért. Uram,
azt a kegyelmet kérem tőled, hogy testvéreimnek adhassam mindazt a szeretetet, melyet neked szeretnék adni. Azt kérem, hogy emész fel engem szereteteddel. Add meg nekem, hogy mások javát szolgálhassam, főként azokét, akiket senki sem szeret, akik nem szeretetre méltók. Add meg nekem, hogy szeressek akkor is, amikor engem nem szeretnek. Add meg nekem, hogy szeressek, amikor nem hiszek mások szeretetében. Add meg nekem a felismerést, hogy minden seb hozzád tud és akar emelni. Semmi és senki, egyetlen teremtmény se képes elválasztani tőled. Add meg nekem, hogy megértsem az eseményeket, s hogy úgy éljek, mintha ma este meg kellene jelennem előtted. Ó Uram, tedd, hogy így legyen. Ámen. Kis Szent Teréz utolsó verse. Isteni Jézus, hallgasd meg, imám, hagy vidét csalak fel szeretetemmel. Te tudod jól, hogy egyedül neked akarok tetszeni. Kérlek, teljesítsd ezt a leghőbb vágyam. Amíg tart ez a szomorú száműzetés, elfogadok minden próbatételt, hogy elbűvölhesselek, hogy megvigasztalhassam a szíved, és bennem beteljesülhessenek terveid. A műved, ó hitvesem, szerelmem, megváltóm. Szerelmedre vágyom, ó Jézus, csak a szerelmed változtathat meg. Vedd körbe szívemet emésztő tüzeddel, akkor áldani és szeretni tudlak majd, és akkor úgy foglak majd áldani és szeretni, ahogy a mennyországban teszik ugyanazzal a szeretettel, melyel te szerettél engem, Jézus, örök ige. Isteni megváltó, életem végén jöjj el értem egy percet se kés. Járjon át végtelen gyöngétséged, és isteni tekintetet tisztasága, szólíts meg azon a hangon, melyen először szólítottál. Gyere, megbocsájtok mindent, pihenj meg, hűséges jegyesem, borulj keblemre, arám, tudom, hogy te nagyon szerettél engem. Ámen. Életünk végén a szeretet alapján ítélnek felettünk. Kis Szent Teréz, ami engem illet a tökéletesség elérésében, nem ismerek más eszközt, mint a szeretetet. Lisieuxi, kis Szent Teréz.